Ne tegyék, ezt üzente a miniszterelnök az állami rádióban azoknak a vendéglátósoknak, akik azt tervezik, hogy újra nyitnak február elején. Híradónknak egy budai étterem tulajdonosa azt mondta, hogy még a novemberi bértámogatást sem kapták meg. Ezért most arról kell dönteniük, hogy folytatják-e a szélmalomharcot. Üresen kong az étterem, rég nem ült vendég ezeknél az asztaloknál, pedig a tulajdonos még a teraszt is fűthetővé tette, azt sem nyithatta meg. Az alkalmazottakat innen nem küldték el, ezért pályázhattak bértámogatásra. Mi nagyon várjuk, hogy a novemberi megérkezzen. Támogatás hiány belevágtak az ételházhoz szállításba. Mi elindítottuk a házhoz szállítást, de ez egy óriási nagy piac volt eleve, ahova most is számtalan új szereplő érkezett. Én azt gondolom, hogy egymás szájától vesszük el a falatot. Itt nyereségről nem beszélhetünk, csak a veszteség minimalizálásáról. Földvári Dániel megérti a türelmetlenebbeket, de szerinte nem érnek el eredményt azok, akik azonnali nyitást követelnek. Budapesten utcára hívják február 1-ére a vendéglátó vállalkozókat, alkalmazottakat, hogy közösen tiltakozzanak a korlátozó intézkedések ellen. Másutt előre bejelentették, hogy a hónap elején mindenképpen kinyitják üzletüket. Itt ma mindenkinek elfogyott mindene, itt nagyon kétségbe vannak a vállalkozók. A nemrég alakult baranyai gasztronómiai klaszter elnöke szerint sincs értelme az utcai demonstrációnak. Lázadoznak az emberek, viszont én nem javaslom nekik, hogy utcára menjenek, vagy bármilyen tüntetésben, mert ennek abszolút semmilyen értelme nincsen. Én azt gondolom, hogy első körben az a legnagyobb segítség, hogyha heti egyszer, vagy max. Kétszer próbáljuk támogatni a helyi vállalkozásokat. A Gyurcsány koalíció hergeli az így is nehéz helyzetben lévő vendéglátósokat. A Fidesz-KDNP úgy véli, hogy a baloldal buzdítja jogszabályellenes nyitásra az érintetteket. Fontos, hogy betartsuk a szabályokat, hiszen több európai országban azt látjuk, hogy az idő előtti enyhítés brutálisan megnöveli a napi fertőzés számokat. Felszólítjuk a baloldalt, hogy fejezze be a hergelést és a védekezés veszélyeztetését. Lezárás ellenes pártként eddig csak a Mi Hazánk határozta meg magát idehaza. A korlátozó intézkedések meghosszabbítása után jelezték is, hogy értelmetlennek tartják a teljes zárlatot. Valóban a pénzt vagy életet. Az MSZP képviselője hatékonyabb állami támogatást tart szükségesnek. Ehhez Újhelyi István szerint meg is van a forrás, az Unió újjáépítési euró milliárdjaiban. Ezt egy online kerekasztal beszélgetésen mondta. Ebbe itthon be kell tudjuk pakolni a szolgáltató szektorokat. Nem fordulhat elő, hogy kimarad belőle a vendéglátás, a turizmus, a kultúra, iparága, és ez a szektor nem kap pénzt. Az uniós újjáépítési alapból Magyarország körülbelül 750 milliárd euróhoz jut.